Köszöntöm nézőinket, egy Szepesi polgármester úrral beszélgetünk itt a Kálmán utcán, mögöttünk pedig a bejárás zajlik, hiszen hamarosan kezdődnek a felújítások. Mit kell tudni erről? Üdvözlöm a televízió nézőket, valóban még a tavalyi évben döntött önkormányzatunk arról, hogy azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak járda felújításra, Azokat igénybe vesszük természetesen, és folytatni fogjuk azokat az elkezdett munkálatokat, amelyről még 2018-ban döntött az önkormányzat, hiszen akkor kezdődött egy átfogó járdafelújítási program, mely szerint minden körzetben 8-10 utcát érintve 400-500 méter hosszúságban teljes felületén a, a járda szakaszoknak megújultak a, a város több pontján. Ez ugye folytatódott 19-ben, 2020-ban, és ebben az évben is folytatódni fog. Ugye a közbeszerzési eljárások, a tervezés, az előkészítés lezajlott, a, megkötöttük a szerződést a kivitelezővel, a mai napon pedig terület bejárással átadásra kerülnek azok az utca szakaszok, amelyek építési területként fognak innen tök funkcionálni, és hát nyilván az időjárás függvényében a napokban el is kezdődnek ezek a munkálatok. Milyen nagyságrendről beszélünk idén? 40 millió forint áll rendelkezésünkre idén erre a keretre erre a járda felújításra, és ahogy mondtam, a város szinte minden pontján 10-12 utcát érintve, szinte teljes hosszában ezek az utcák, és teljes szélességében, ami nagyjából egy 1,50 méter centis szélesítést szegélyjelel ellátva, illetve meleg aszfaltal borítva kerül felújításra. Lesz olyan rész, ahol a már megkezdett szakasz folytatódik, és így lesz majd teljes az utca, lesz ahol pedig egy új szakasz került, kerül kijelölésre a főtéren esetleg lesz -e még folytatva a megkezdett térkövezés, vagy már most egy előre az mindenhol véget ért? Nyilván a forrásokat kell majd figyelembe venni, hogy tudjuk-e folytatni ezeket a térkövezési munkálatokat, de az út, járda, illetve kerékpárút, parkoló felújítások, ezek folyamatosak lesznek, mint ahogy erről már szó volt, hiszen itt is rendelkezésünkre állnak azok a források, megérkeztek, amelyek pályázat útján kerültek a településre és Ezekből elsősorban, első körben, hogy a legfontosabban, amit már mindenki nagyon vár, a kisújszállási úti kerékpár a teljes hosszában, szélességében történő megújítása, illetve azoknak a parkolóknak a folytatása, ami a városközpont forgalmát fogja tudni enyhíteni majd. Akkor azt gondolom, mindannyian vágyjuk ennek az eredményét, és azt reméljük, hogy lesz folytatás jövőre is, hiszen újabb pályázatokra tudnak majd pályázni. Én biztos vagyok abban, hogy igen, hiszen tudjuk azokat a forrásokat, amelyek az Európai Uniós következő ciklusnak a forrásaiban állnak, állhatnak rendelkezésünkre. Ebben is van olyan fejezet, ami a belterületi utak megújítását fogja célozni. És hát azt gondolom, arról pedig majd külön fogunk beszélni, hogy a külterületen mi a helyzet, hiszen azért az önkormányzat arra is mindig odafigyelt, hogy a külterület is rendben legyen. Természetesen, hiszen ugye elsősorban a mezőgazdasági útakról is beszélünk, amelyet ma már azért rekreációs és szabadidős célokra is használnak nagyon sokan turisztikai látványosságokat, magát a pusztát is ezeken az utakon lehet megközelíteni. Itt is tervezzük természetesen az állagmegóvást, a lehetséges felújítást, illetve vannak olyan benyújtott pályázataink, amely esetleg ezeknek az utcáknak, utaknak a turisztikai célú megközelítését akár aszfaltozással is lehetővé fogják tenni. Akkor erre majd még visszatérünk. Jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen!